Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket ezúttal a Mosoni Plébánia templomból. Ma van hamvazó szerda, megkezdődött a nagybőjti időszak, itt Mosonban is szentmisével és hamvaszkodással. Köszöntöm Kapui Jenő atyát, és köszönöm, hogy vendégül lát minket. Mi a nagybőjtnek a bibliai alapja, sőt a hamvaszkodásnak, a hamuval való megszólatásnak is van egy bibliai alapja, szentírási alapja? Húshagyókeddel véget ért egy időszak, ami vízkeresztül húshagyókeddig tart. Ezt az időszakot farsangnak nevezzük. Ezzel befejeződött a hívő ember számára a vidámság időszaka, és hamvazó szerdával megkezdődik a nagybőjt. Ebben az időszakban Jézus értünk vállalt szenvedésére és halálára emlékezünk. Egyházunk nagyon sokféle szertartással, tanítással segít bennünket abban, hogy valóban rá tudjunk készülni húsvét ünnepének a méltó megünneplésére. Egy fontos szertartása hamvazó szerdának a hamvazás. Már az Ószövetségben is a bűnbánók hamut hintettek magukra, majd az Új Szövetség a kereszténység első évszázadaiban is a hamuhintés nagyon fontos, szimbolikus cselekedet volt. A hamvazás emlékeztet bennünket, hogy emberek vagyunk, mulandó emberek, akik porból lettünk és porrá leszünk, de van egy halhatatlan lelkünk, és ezzel a lélekkel kell törődnünk, ezt a lelket kell nemesítenünk, jobbá tennünk, megtisztítanunk, és ezért a nagybőjt második fontos feladata a bűnbánattartás, ennek a léleknek a megtisztítása. Ezek a dolgok nagybőjt kezdetén és az egész nagybőjtben segítenek bennünket a húsvétre való készületben. Melyek azok a nagybőjti gyakorlatok, amelyek a keresztény embereket segíthetik arra, hogy ezt a bűnbánatot megtartsák magukba, hogy megtisztuljanak, hogy az életükön talán egy picit változtassanak? Ugye a nagy változás az nagyon ritka, mint Szent Ágostonnál, hogy vedd és olvasd, és gyökeresen felfordul az élete, de azok az apró lépések, amelyekkel egy picit tudunk csiszolni magunkon, és a nagybőjt lehetőséget ad erre. A nagybőjtben egyházunk arra szólít föl, hogy többet imádkozzunk. Az imádság nagyon sokféle fajtája, lehetősége van. Nagybőjtben egy nagyon fontos szertartás a keresztuti ájtatosság. A templomokban mindenütt ott a 14 stáció állomás, amely Pilátus házától, Jézus halál ítélésétől elvezet bennünket a Golgotáig, a keresztre feszítésig. Sőt, nagyon sok templom, mint mi templomban van egy 15., hogy ezzel nem fejeződött be Jézus története, hanem legyőzte a halált és feltámadt. Ha valaki valóban végig imádkozza, végig elmélkedez a 14 stációt, rádöbben arra, hogy Jézus az Isten fia mennyire szeretett minket embereket, mennyi mindent vállalt értünk, hogy megszerezze számunkra azokat a kegyelmi forrásokat, szentségeket, amelyekkel aztán meg tudjuk a lelkünket tisztítani, hogy megváltson bennünket, hogy megnyissa a mennyországot. Tehát egy nagyon fontos szertartás a keresztúti ájtatosság, ami templomainkban minden pénteken délután 3 órakor tartunk, és az idei évben is a Magyaróvári Plébánium és a piaristákkal együtt szeretnénk megismételni újra a városi keresztutat, amely idén a mosoni templomból a magyaróvári templomba fog majd vezetni. Ezen kívül ugye a nagybőjt, ugye bőjtről tudjuk, hogy az megtartóztatás, önmegtartóztatás, és a liturgiában, a könyörgésben elhangzott, hogy a káros szenvedélyektől. Talán ugye, ha a bőjtöt mindenki tudja, húshagyókedtől elkezdve, hogy bőjt arról szól, viszont itt a káros szenvedélyekre is felhívja a liturgia figyelmet, amiről talán mi kevesebbet beszélünk, hogy azoktól is. És akkor a káros szenvedély lehet akár nem csak az alkohol, cigaretta, mértéktelen evés, hanem mondjuk a beszéd, a pletykálkodás, a kibeszélés, akár egyik legalábbis káros dolog, hanem is szenvedély. Nagyon sokan a bőtön csak azt gondolják, hogy pénteki napokon nem esszük meg a húst. Ez valóban így van, péntek Jézus halálának a napja,
Tehát a hívő ember ilyenkor lemond a húsáradáról, de a bőjt ennél jóval több. Lelkünk önnevelésének az eszköze. Nem csak a húsról kellene lemondani, egy dohányosnak sokkal nagyobb áldozat lehet lemondani a cigarettáról, aztán fiatalok számára valóban lemondani, nem is rövid időre, hanem valóban véglegesen az önpusztító drogról, és hát azt szoktuk mondani, hogy van a nyelvnek is bőtje. Tehát amikor megszólással, rágalmazással, fölösleges beszéddel megbántunk másokat, nagy bőtben erre is törekedjünk, hogy úgy neveljük magunkat, hogy szavainkkal, tetteinkkel, beszédünkkel ne bántsunk és ne szomorítsunk meg senkit. A nagybőjt még egy vezér motivuma a vezeklés, a bűnbánat, amely mintha a 21. század európai, amerikai emberével ellentétes lenne. Tehát ez a menj mindenkin keresztül, törtessél, valósítsd meg önmagadat, építsd a karrieredet. Ugye ezeket a szlogeneket halljuk, és ehhez meg olyan nehéz azt hallani, hogy vezeklés, bűnbánat, hogy azt mondja az ember, hoppá, itt most rosszat cselekedett. Ez hogy fér össze? A vezeklésnek, a bűnbánatnak, a nagybőtnek egyik feladata, hogy felkészítsen bennünket a nehéz napokra. Mert az élet nem csak diadalmenet. Jönnek testi problémák, lelki problémák. Tehát amikor a kórházba betegeket látogatunk, idős otthonba megyünk, akkor látjuk, hogy az igazi hívő ember számára van fogózkodó. És ezt akkor szerezte meg, amikor nagy bőtben tudott bőtölni, amikor tudott lemondani, amikor tudott áldozatot hozni, amikor tudott imádkozni. És valóban, ha fiatalon, egészségesen valakik nevelik önmagukat, áldozatot hoznak, lemondanak, vezekelnek, nem csak élvezni akarják az életet, akkor majd a nehéz napokban lesz kibe kapaszkodni, kihez fohászkodni, lesz, aki majd lelki erőt ad nekik az élet keresztjének az elviseléséhez, hiszen az élethez nem csak a szórakozás, nem csak a jókedv, hanem valóban a kereszthordozás is hozzátartozik. És ha keresztünket Jézussal együtt viszik, akkor ketten visszük, és a sokkal könnyebb. Irgalmasság szent éve van, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit egész évben lehet gyakorolni, sőt valaki úgy fogalmazott, hogy most be lehet gyakorolni, hogy aztán a későbbiekben a szent év után is meg lehessen tartani ezeket, hogy az életünk tényleg jobban kiteljesedjék. Imádkozni viszonylag egyszerű, börtönt látogatni már nehezebb, ugye az éhezőknek enni adni, szomjazóknak italt adni, ruhátlanoknak ruhát adni, tehát ugye 14 ilyen cselekedet van, most nem is felsorolás szintjén. Ezt lehet, hogy egyénileg nem is tudjuk megoldani, de hát van akár a katolikus Caritas, akin keresztül például ezeket lehet gyakorolni, nem? Gyakoroljuk. Egyházközségünkben karácsony előtt 200 csomagot osztottunk ki, magam is jártam a hajléktalan szálon, a gyermekek átmeneti otthonán. Most nagybőtben újra majd lesz élelmiszergyűjtés, amit szintén szervezett keretekben szeretnénk kiosztani, tehát kapcsolatot tartani a városban is adokkal a helyekkel, ahol valóban igazi rászorulók vannak, és az egyházközségi Caritas tagjai is ismernek nagy családokat, rászorulókat, akikhez elvisszük, tehát valóban segíteni, gyakorolni az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, de nem csak anyagi dolgokról van itt szó. Tehát, ahogy Szent Atya is mondta, hogy betegeket meglátogatni, szomorúakat megvigasztalni, tanástalanoknak tanácsot adni, segíteni a másik embert a nehéz helyzetben. Millió alkalom van, csak észre kell vennünk azt, hogy hol tudunk akár testi, anyagi, vagy pedig lelki dolgokban segíteni másokon. Kedves nézőink, ez volt a Hírháttér, rendhagyó helyszínről, a Mosoni templomból, hiszen a mai nappal megkezdődött a 40 napos bőjti időszak. Köszönöm Kapui Jenő plébános atyának, hogy beszélgethettünk, helyet biztosított nekünk, kedves nézőinknek pedig a figyelmet, viszontlátásra!